Köszöntök mindenkit mai rendkívüli testületi ülésünkön, megállapítom, hogy a képviselő testület hétfővel határozatképes. A napi rendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki a napi rendeket elfogadja, kérem igen, gondba szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselő testület elfogadta a napi rendi pontokat. Első napi rendi pontok előterjesztés, Fonyod Buzsák, Csiszta Puszta között létesítendő kerékpárúttal kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodás első számú módosítása, tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. A bizottság javasolja a képviselőtestületnek az a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását. Ugye ez egy régebbi szerződésnek a módosítása, szükségszerű. A bizottság álláspontja szerint. Köszönöm szépen. Tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. Ugyanígy döntött a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is. Köszönöm szépen. Ez a módosítás arról szól, hogy a Fonyódi kerékpárút kapcsán nincs szükség ingatlanok megvásárlására, forrására, viszont Buzsákon a déli szakaszon, Buzsák felüli autópályától délre eső szakaszon igen, ezért átcsoportosítjuk ezt a forrást. Van-e valakinek kérdése? Észrevétel a hozzászólása? Amennyiben nincs, aki határozati javaslattal egyetért, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pontunk előterjesztése, balatoni strandfejlesztési pályázat 5. ütemére benyújtott támogatási kérelmek eredményéről, tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. Mind a két döntési javaslat esetében támogatja a határozati javaslat elfogadását előterjesztés szerint. Köszönöm szépen! Az idei évben, illetve tavalyi évben az idei fejlesztésekre 6 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, illetve 4-et az önkormányzat, 2-t a városüzemeltetés, és mind a 6 pályázatunk nyert, így 180 millió fejlesztés történik a 6 strandunkon, és ennek az eredményéről szól, támogatási kérelmek eredményéről szól a két határozati javaslat. Van-e kérdés? Észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első határozati javaslattal egyetért, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. A következő határozati javaslat a városüzemeltetés pályázatairól szól, aki elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Következő napi rendi pontunk előterjesztés, Fonyodváros önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról, tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen, az előző határozati, vagy az előző napi rend folytatásaként eszközbeszerzési közbeszerzést kell lefolytatnunk, ezáltal módosul a közbeszerzési terv. Van-e kérdés? Észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Köszönöm a figyelmet, zárt üléssel folytatjuk testületi ülésünket.